Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hamarosan jön egy szerelmi üzenet. Mi áll ebben a szerelmes levélben, hogy alakulnak a dolgok? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ott fent bal oldalon láthatunk három kártyát. Az azt jelenti, hogy mi foglalkoztatja őt jelenleg. Ez a kígyó utalhat egy nőre, és ő ezt a kapcsolatot le akarja zárni, hiszen ott vannak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, ott azok felfalnak mindent, és akkor nincs ott semmi. Tehát ez a kapcsolat befejeződik. Ami a felhőt illeti, az azt jelenti, hogy még valami átláthatatlan, de utal az időre is, mégpedig fél évre. Az lehet, hogy fél évvel ezelőtt még volt kapcsolat ezzel a nővel, vagy úgy gondolja, fél éven belül eltávolodik tőle. De ez a kígyó jelenthet mást is. Van egy gyógyító hatása. Igaz, hogy még egy kicsit átláthatatlan minden, de az egerek segítenek abban, hogy legyen javulás, legyen meg ez a gyógyító erő. Amit ez a kígyó még mutathat, ezek a megújulások, vagy jelenti azt, hogy ilyen mellékúton közeledik hozzád, nem akar nyíltan beszélni, de mégis lesz változás, mert az egerek ezt eltávolítják. Ez a két kártya utal arra, hogy mi várható nála a közeljövőben. Az első kártyán látható egy lépcső, és az azt jelenti, hogy lépésről lépésre eléri a céljait, és fontos döntéseket hoz. Ott fent van egy ajtó, amit ő kinyit, ezek a lehetőségek. És ebben az esetben utal arra, hogy fontos döntéseket hoz, és nyitott erre a párkapcsolatra. Örül is neki, mert a második képen ott van a tánc, utal a könnyűségre, a vidámságra, de jelenthet művészi tevékenységet is. Vagy ő tudja magát kibontakoztatni, vagy együtt fogtok valamin dolgozni. Itt alul olyan gyönyörű kártyák vannak, és utal a te jövődre. Az első képen látható ez a virágcsokor, az lehet egy ajándék, egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás. Azon kívül utalhat egy szerelmes levélre. A gólyák jelentik a változásokat, és mi következik ezek után, ott a lilium utal az ártatlanságra, a tisztaságra, vagy lesz itt köztetek egy kommunikáció, és így rendeződnek a dolgok. Valami tisztázódik a szerelmi élet területén. A Lenormand kártyánál a lilium utal a testi kapcsolatra is. És az utolsó kártyán ez a négy levelű lóhere szerencsét hoz. Egy jó hír várható. Itt ezen a képen, ott bal oldalon látható a mágikus. Megvan a varázslatos kisugárzás nálad, és ez a mágikus vonzalom kettőtök között. De visszatérve a kígyóra, és erre a felhőre, ha úgy gondolod, hogy volt valaki a múltban, vagy van valaki a háttérben, aki esetleg így mesterkedik, és készít ilyen fekete mágiát, akkor az egerek ezt eltávolítják, és ez a mágikus azt jelenti, hogy megvan most ez a fehér mágia, és ennek van egy ilyen tisztító ereje. És én kívánok ebben nagy sikert, nagyon sok szeretettel. Dendera!